Második alkalommal szervezte meg a József Attila könyvtár a könyvtér elnevezésű programot, de az időjárás miatt most sikerült először a Városháza téren lebonyolítani. Ezzel a rendezvénnyel az ünnepi könyvhét sorozathoz kapcsolódott a Dunajvárosi Intézmény, felelevenítve az egykori szabadtéri könyvbőrzéket. Nem csak azért, hogy felfigyeljenek a könyvek és az olvasás szeretetére, ez az egyik része, hanem még azt is akartuk jelezni, hogy az olvasás ugyan egy zárt terű, meg egy befogadói állapot. Viszont amikor az emberben ezek az olvasmányi élmények megérnek, akkor egyfajta teremtő aktivitássá érik ez a dolog. És ezt is meg akarjuk itt a téren mutatni. A szombati könyvtér 10 órakor vette kezdetét. A megnyitón Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester az olvasás fontosságára, a könyv szeretetére hívta fel a figyelmet, többek között ezt a célt szolgálta a könyvtér. A könyvet ebben a világban, a 21. században újra meg kell szerettetni az emberrel, hisz a könyv értéket képvisel, segíti az embert sok minden dologban, egyrészt a kommunikációban, a beszédkészségben, segíti az embert a gondolkodásban, az aktuális világ meglátásában, és sok minden másban. A megnyitó után színes programok várták az érdeklődőket. Elsőként a Jószolgálati Otthon gondozói és gondozottjai léptek fel, aztán a Gyermekkönyvtár tündérkönyvtárosa. A Prokultúra Intercizé díjas Törökné Antal Mária, Marcsi néni mesélt a kicsiknek. Szereted a meséket? Igen. Neked melyik a kedvenc mesél? Magyarjárat. Hát a Csupászám. Szegény Jenny és Árnika. A cirkusz. Nekem a táncoló talpak. Mert tegnap néztük hát, és nagyon megszerettem. Miért jók a mesék szerintetek? Hát szerintem azért jók a mesék, mert a gyerekeket így izgalmasak, meg így megszeretik a gyerekek, és így szeretik a meséket nézni. Meg el tudják képzelni, hogy igaziból is léteznek. A könyvtéren nem csak a könyvek, hanem a versek és a zene is a középpontban szerepelt. A Széchenyi Gimnázium önkéntes diákjai versekkel készültek. Volt rejtvény, könyvheti újdonságok, kiadványok, köztük természetesen az a közelmúltban megjelent könyv, amely Dunajváros sporttörténetét öleli fel képekben. Ez egy óriási dolog a József Attila könyvtár kezdeményezésére. Megmondom őszintén, hogy sokkal előbb kellett volna ezt megcsinálni. A város egyébként mellszélességgel hozzájárult a könyv kiadásához. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, hasonló gondolatok alapján fogalmazódik meg, hogy a városról, a város történetéről, a 70 éves Dunai városról egy olyan könyvet összeállítani, akár angol vagy német fordításban, ami bemutatja az ide látogató vendégeknek Dunai várost, azt a fejlődést, amin ez a város keresztül ment. Ezen a délutánon hirdettek nyertest a könyvtréler elnevezésű videófilm készítő versenyben. 5 csapat nevezett be a feladatba. Úgy gondoljuk, hogy kicsit megijedtek tőle, hogy ez ilyen nehéz feladat, de igazából én azt gondolom, hogy nem szuperprodukciókat vártunk, hanem csak egy benyomást, és akik beadták a pályázatra ezeket az alkotásokat, ők tényleg egyfajta ilyen játékként vették ezt a dolgot, és nagyon különböző, nagyon érdekes alkotások születtek. A családi rendezvényt a Kávészünet zenekar koncertje zárta, amely repertoáriában csupa megzenésített versek hallhatók.